helyünket elfoglalva dicsérjük tovább Isten énekszóval. Énekelve 264. dicséretünk mindazik versét. Áldjad én lelkem, dicsőség, erős király. Találjon magának otthont,
ahol kitárhatja előtted szívét, befogadhatja a tőled jövő üzenetet, megállhasson élete nagy fordulópontjain, és tőled erőt kaphasson. Hálát adom neked, amiért meggyőződtél bennünket, idehoztál, vagy hazahoztál bennünket, kérünk, tekints ránk kegyelmesen, teljék örömed mi bennünk, abban, amit elvégezhetett ez a gyülekezet, és a mi mostani ünnepszentelésünkben, ami Urunkért, Krisztus Jézusért kérünk. Ámen. Ünneplő gyülekezet, szeretett testvérek a Krisztus Jézusban, Istennek szent igéje, melynek tanját előtetek ebben az órában, az ő lelke erejében bízva hirdetni kívánom az ő üzenetét. Meg van írva János apostol első levelében, a második fejezet első 6 versében a következőképpen. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűneiért is. És abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Aki azt mondja, ismerem őt, de nem tartja meg parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság. Aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő igaz. Eddig Isten. Ünneplő gyülekezet, kedves bajnoki testvér! Messziről kezdem, de tavaly ide fogunk érkezni. Néhány évvel ezelőtt egy nemzetközi egyházi gyűlésen voltam Norvégiában. És ott lementem a kikötőbe, aztán szóba elegyedtem az egyetlen szimpatikus emberrel, mert ezek az északiak nem arról híresek, hogy nagyon könnyen szóba állnak egy idegennel. De volt ott egy atyafi, akivel üldögéltünk, aztán megkérdezte, hogy hát te meg honnan jöttél? Hát mondom neki, hogy egy Magyarországról. Mert azt mondja nekem, hogy hú, oda nagyon nehéz eljutni. Hát mondom, hogy miért lenne oda nehéz eljutni? Hát hajóval azt mondja. Ja, mondom, hogy momentán kicsit nehéz hajóval eljutni. Hát valahogy ez jutott eszembe, mert Idestova 18 esztendeje vagyok a Tiszántúli Református Egyházközület püspöke, de még soha nem sikerült eljutnom ide vagyok ebbe a templomba. Pedig nem is hajóval akartam jönni. Hogy ennek mi az oka, azt nem tudom, de Istennek adok hálát, hogy most végre itt lehetek. Bár kerülgettem én ezt a települést, egyszer már menedéket is nyújtott nekem, legalábbis olyan értelemben, hogy az autó jobb kereke, a belső kereke defektes lett, aztán itt sikerült a benzinkútnak a parkolójában megállni, amíg megjöttek a felmentő seregek, Csegei Esperes úr, aztán Szászfalvi nagytisztelt úrék meg is csináltatták, úgyhogy haza is tudtam menni. Aztán beszélgettünk a Szamoskéri falunapon már polgármester úrral is, hogy egyszer Ajakon is össze kellene jönni. Hát úgy látszik, hogy idáig tartott, de most hálát adok Istennek, hogy itt lehetek, és veletek együtt örülhetek annak, hogy ez a gyönyörűséges kis templom megújult, és szolgálja Isten dicsőségét és a ti lelki épüléseteket. És hát, mint mindenkor, hadd szólítson meg bennünket Isten igéje, hiszen a legfőbb jó, ami történhet velünk egy templomban, az az, hogy megérezzük Isten jelenlétét, kinyílik előtte a szívünk, és azt, amit hallunk, azt úgy halljuk, mint ami nekünk szóló üzenet. János apostol így szólítja meg a levél olvasóit, hogy gyermekei. És ez nem egy olyan negédes, meg olyan gyengeségről árulkodó valami.
Ismerünk ilyet is a Szentírásban. Ismerünk egy olyan főpapot, akit úgy hívnak, hogy Évi, és akinek van két fia, Hofni és Fineás, akik gyalázatos dolgokat cselekszenek, akik megszentségtelenítik a szentélyt, az Isten parancsát. És akkor az öreg Éli, aki már olyan maga tehetetlen ember, mondja neki, hogy fiaim, ne csináljátok. De abban nincs erő, érezzük. Csak úgy mondja az öreg, aztán mi megcsináljuk a magunk itt tovább. János apostol nem így van. Amikor ő azt mondja, hogy gyermekeim, ebben benne van az a közvetlenség, az a szeretetteljes kapcsolat, amelyik tudja, hogy néha az ember annak, akit szeret, azzal tesz jót, hogyha nem enged meg neki mindent. Hát ezt tudja minden szülő, minden pedagógus, hogy nem az a jó nevelés, nem az az igazi szeretet, hogyha a gyereknek mindent megengedünk. Gyermekeink, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogunk az Atyánál, ami Urunk Jézus Krisztus. Persze lehet azt mondani, hogy igen, már megint a szokásos nóta jön itt a templomban, mint az egyszeri kisgyerek, aki mindig, mikor haza kellett menni a templomból, be kellett számolni arra, hogy az miről prédikált a pap. És akkor mindig azt mondta, hogy a bűnről, az mit mondott, ellenezte. Hát igen, lehet így is felfogni, de ennél sokkal többről van szó, mert amikor arról beszél a Szentírás, hogy vétkezés, hogy bűn, akkor nem egyszerűen arról van szó, hogy valamit az ember rosszul csinál, hanem arról, hogy mindent rosszul csinál. Mindent összekever. Hiszen azt olvassuk a teremtés történetben, hogy Isten arra teremtette az embert, hogy neki, az élő Istennek legyen teremtménye, legyen a másik embernek társa, és tudjon uralkodni ebben a világban. És tudjátok, mi a vétek, a bűn? Az, hogy az ember ezt a hármat összekeveri. Azt mondja, hogy nekem kevés az, hogy én az Isten teremtménye vagyok. Én olyan akarok lenni, mint ő. Azaz, én Istennek nem teremtménye akarok lenni, hanem a társa. De hát akkor üresen maradt az a hely, ahol az embernek, a másik embernek kellene társának lenni. És hát üresen nem szokott maradni hely. Rögtön utána olvassuk a Szentírásban Káin és Ábel történetét. Ha nekem a másik ember nem társam, akkor majd én uralkodom rajta. Azt csinálok vele, amit akarok, mert erősebb vagyok, okosabb vagyok, hatalmasabb vagyok. De ha az ember a másik emberen akar uralkodni, akkor már nem tud a világon uralkodni, és a világnak lesz fogja a teremtményévé. És így áll össze az a rettenetes zűrzavar, amit a Szentírás így mond, hogy bűn. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne ebbe a összevisszaságban éljek. Mert az a csodálatos üzenet és lehetőség, ami minden keresztény templomban hangzik, hogy Krisztus kitisztította ezt az űrzavart, és helyére tette a vonalakat, elrendezte. Ő, aki megtehette volna, hiszen neki adatott minden hatalom menjen és földön, hogy olyan legyen, mint Isten, azt mondta, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Ő, aki parancsolt a gonosz lelkeknek, a démonoknak, soha nem uralkodott az embereken. Jézus soha nem parancsolt embereknek, parancsolt a démonoknak. A
gonosz lelkeknek. Az embereket szelíden ért. És mivel ilyen volt, ezért tudott uralkodni a teremtett világon, ezért csillapodott le a tenger egyetlen szavára. Azt mondja János apostol, gyermekeim, azért írom ezt nektek, azért írom nektek a Krisztus evangéliumát, mert ez a zűrzavaros szövevény, ez a háló, ez nem tud benneteket fogva tartani, hogyha hisztek az élő Isten szent fiában. Mint hogyha ott csengene az ember fülében mindaz, amit elmond az evangéliumában János, a világosságról, amelyik eljött, az igéről, amelyik testé lett, a világosságról, amelyiket a sötétség nem akart befogadni, de mégis ott fénylik. Lehet, hogy néha csak alig-alig veszük észre, hogy pislákol, de ott van, fénylik, gyermekei. Ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Nem vagytok kötelesek. Nem vagytok alávetve ennek a hatalomnak. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogó. Az Atyánál, az igazi Jézus Krisztus. Szeretjük, ha vannak pártfogói. A világnál csak ilyen, hogy amikor az ember valamit el akar intézni, akkor jó, hogyha tudja, hogy ki ül a megfelelő helyen, kit lehet megszólítani. Csak megszólításról beszéltem, nem másról. Kit lehet megszólítani? Vagy hogyha az embertől, mikor valahol megjelenik, akkor mindig azt hirtatják, azt kutatják, vajon ki áll ennek a háta mögött? Hát mi nyugodtan mondjuk el, mi azok vagyunk ebben a világban, akiknek olyan valaki áll a háta mögött, akinek minden hatalom adatot menjen és föl. Nekünk olyan pártfogunk van, ami úgy Jézus Krisztus, aki odaáll értünk, odaáll az Atya szín elé, és azt mondja, hogy én kezeskedem ért, ismerem őt, nem rossz gyerekeket, néha hülyeséget csinál, hülyeséget beszél, de mégiscsak én kezeskedem ért. Ahol ez hangzik egy templomban, ahol ez a világosság ragyogja benne, ahol ez a pártfogó, ez a lélek jelenik meg, ott az ember valóban fel tud lélegezni, és azt tudja mondani, én nem vagyok köteles, nem vagyok köteles abban a szövevényben benne maradni, abban a zűrzavarban, ahol a sötétség meg a világosság összekeveredik, az igazság meg a hazugság, hanem én az igazi világosságot akarom. Felszabadító igazság. És ennek azt mondja János apostol, egyetlen egy következménye van. Abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsát. Mert Krisztus olyan pártfogó, aki minden következménnyel számít. Hogy ismerjük őt, azt onnan tudjuk meg, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Mert aki azt mondja, hogy ismerem őt, de nem akarom megtartani a parancsolatait, az hazud, és abban nincs meg az igazság. És az ő parancsolatai nagyon egyszerűek. Ott vannak a 10 igében, amelyeket ha mi megtartunk, akkor ezek a parancsolatok meg tudnak tartani bennünket. Mert a különbség az élő Isten és a bálványistenek, az idegen istenek között éppen az, hogy ha mi megtartjuk az ő parancsolatait, ő megtart bennünket. A bálványokkal pedig úgy van az ember, mint hogy leírja az egyik igehirdető, hogy gyerekkorában, hát mint minden kavasz gyerek, ugye szívesen jártak ki a
az erdőbe, és ott különböző titkos helyeket kerestek, végül fel is fedeztek egy rókafészket. És akkor mondta az egyik, hogy na, ő bemegy, aztán megfogja. De olyan szűk volt az odú, hogy hátulról kellett tartani, és nem látták, csak hallották, hogy már sikerült neki bejutni, és egyszer csak nagy örömmel, nagy diadallal felordított, hogy megfogtam, megfogtam, megfogtam. Hát, hogy megfogta a rókát. Aztán alig telt el egy pár pillanat, ugyanez a hang, csak sokkal kétségbe esettem, hogy megfogott, megfogott, megfogott. Hát így vagyunk az idegen istenekkel. Azt hiszük, hogy mi fogtuk meg az Isten lábát. Mi irányítjuk őket, és nem veszük észre, hogy már a hatalmukban vagyunk. És nem azt tesszük, amit akarunk, hanem amit ők akarnak. Azt mondja János apostol, ha megismeritek őt, az onnan látszik, hogy megtartjátok az ő parancsolatot. És akkor az életetek elkezdi magára ölteni a Krisztusi jegyeket. Azt mondjuk, hogy mi Krisztust akarjuk követni ebben a világban, akkor ennek ez a nagyon egyszerű receptje. Gyermekek. Nem azért írom ezt nektek, hogy mindent megengedjek, mondja az apostol, hanem azért, hogy elkerüljétek a legnagyobb rosszat, hogy megtaláljátok a legnagyobb jót. Ahhoz ragaszkodjatok, azt kövessétek. És akkor nem csak szép lesz ez a templomati számotokra, hanem az lesz, aminek mindig is szánták az emberek a templomokat, akik megépítették az üdvösség kapuja, a mennyország földön lakó háza, a Krisztusról szóló tanúságnak a hajléka. Áldja és szentelje meg az örökkévaló Isten a ti életeteket, és áldja és szentelje meg ezeket a falakat, hogy így legyen mindig áldott, befogadó közege a ti életeteknek, a ti életetek pedig legyen áldott, befogadó közege az Istentől jövő hívásnak, intésnek, buzdításnak, mert van pártfogótok, van, aki ott áll mögöttetek, aki minden hatalom menjen és földön, és akinek a parancsolatai nagyon egyszerűek, csak nem kell mellé beszélni, hanem rávagyatkozni és ő követni. A jó Isten, így legyen. Ámen. Szerető mennyei Atyánk, Krisztus Jézus által köszönjük, hogy irántunk való szeretetet abban mutattad meg, hogy elküldted, elengedted a sötétségbe az igazi világosságot, azért, hogy nekünk mutasson. Odaadtad értünk az engesztelő áldozatot, hogy ne legyen semmi, ami meggátolhatna bennünket abban, hogy te hozzád tartozzunk, hogy szent, tiszta, igaz életet élhessünk veled és egymással való közösségben, hogy legyünk és maradjunk a te teremtményeid, egymásnak társai, segítői, és ennek a világnak formálója, a te dicsőségete és emberi közösségünk javára. Add, hogy erre hívjon, erre emlékeztessen mindig ez a templom is. Legyen hívogatóvá az evangélium bennünket megszólító üzenetével, a lélek megmozdító erejével, a te parancsolataiddal, a Krisztus követésének kívánatossá tételével. Köszönjük, hogy eljutattál bennünket erre a napra, egybegyűjtöttél közelből és távolból. Hadd örüljünk és vigadjunk ezen a napon, hadd dicsérjünk téged. Hadd mondjunk köszönetet azoknak, akik sokat tettek azért, hogy ez a nap elérkezzen. Így kérünk áldást a te itt szolgáló, a te itt szolgálatot végző lelkipásztor testvérünkre, erre a gyülekezetre, annak minden tagjára, erre a településre, mindazokra, akik segítségül hívják a Krisztus nevét, a település vezetőire, vezetőkeire. Áld meg Anyaszentegyházunkat, áld meg népünket, nemzetünket,
Áld meg a teremtett világot benne a népeknek, sokszor háborgó, egymással vetekedő, versengő világát. Adj világosságot azoknak, akiket döntés elé állítasz, akik sokakért hordoznak felelősséget, és engedd, hogy mi mindannyian ott legyünk a te oltalmad, a mi pártfogó Krisztusunk oltalma alatt. Segíts meg, áld meg és vezess tovább a te utaidban, Krisztusért, a mi megváltó Urunkért, aki így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket hagyd meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Foglaljon helyet a gyülekezet és folytassuk együtt énekünket a 105. Zsoltár első versének éneklésével. Adjatok hálát! A múltbéli, a jelenbéli és a jövendőben megtapasztalt
és megtapasztalható isteni gondviselésért adnak hálát. Nehéz egy olyan világban isteni hűségéről, jogságáról beszélni, amelyben az ember már eljutott oda, hogy maradék hite már alig pislákol. Élete messze került az atyai hajléktól. A megújult templomok azonban arról tesznek bizonyságot, hogy az ember életében van egy lelki igény. És ez a lelki igény az Isten gondviselésében találja meg az ő megnyugvását. Isten hajléka az összetartozás helye. Itt összetartozunk Istennel, és összetartozunk egymással. Itt a templomban van gyógyulás, biztonság, pihenés, van jó szó, van megszentelődés. És a keresztény ember megajándékozottnak érzi magát, mert megváltásban részesült Jézus Krisztusban. És a megváltott ember mindenkor hálás. Mert a boldog pillanatok Krisztusban betöltik az ő életét. Bizony erre a boldog, örömteli pillanatokra nagyon nagy szükségünk van. És ha tovább olvassuk a Zsoltárban az igét, örökké tart szeretete. Igen, kedves testvérek, felismerve, elfogadva Isten kijelentését, a hálódásban megjelenik a hit, amely érzi, hogy minden javára van. Túrmezei Erzsébet versfordítása szépen kifejezi az elfogadást, ahogy a hívő ember az Istentől kap. Amit viszek, te adtad, Istenem. Én csak felemelem üres kezem, te töltötted meg mindig gazdagon, és most magasztalás minden napon. Kedves ünneplő testvérek, Isten gazdagon megáldott benneteket, templomotok megújulásában. A háladás látja az elért eredményeket és az Istentől kapott értékeket. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretetet.